Folyamatos ellenőrzéseket tart országszerte a Nébih a közüzemi konyhákon. Szeptember 1-től lépett életbe a menzareform, ami szabályozza a közétkeztetést. Megyénkben Tiszadadán kiváló minősítést kapott a konyha. A modern közétkeztetés bevezetésére még 2011-ben adtak ki egy új egységes rendeletet, ami többek között a só és cukor használatát szabályozza a menzákon. A közüzemi konyhákat a Nébih 3-6 fős csoportjai úgynevezett érzékszervi vizsgálat során ellenőrzik. A szakemberek egy kis buszban kialakított mozgó laboratóriummal járják az országot, korábban a fővárosi laborba kellett elküldeni a mintákat. A vizsgálati laboratóriumi háttér korábban csak Budapesten állt rendelkezésre, természetesen ez továbbra is rendelkezésre áll ott is, viszont egy érzékszerű vizsgálatnál nagyon fontos az időfaktor. Tehát azt akkor abban az étkezés időszakban kell megvizsgálni, és akkor kapunk hűképet arról a megjelenéséről, ugyanis érzékszerű vizsgálat, miket nézünk, a megjelenés, a külleme, állaga, szaga, tehát illata, illetve az íze. Ezek mind az idő előrelátával változhatnak, tehát például innen Szabolcs-Szatmár-Beregből, mire felszállították Budapestre, nem biztos, hogy azokat az eredményeket kapta, amit egy azonnali vizsgálatkor kapnánk. Tiszadada már 5 éve belépett a Mintamenza programba, és az új szemlélet szerint főznek. Itt a könnyebb átállás érdekében fokozatosan vezették be a változásokat. A Nébih ellenőrzésén kiváló minősítést kapott az aznapi menü. Szabolcs-Szatmár megyében elsőként Tiszadadára látogattak el, természetesen bejelentés nélkül, és itt gyakorlatilag egy komplett ételsort kellett felszolgálnunk, ők ezt a laborkocsiukba felvitték, elemezték, és majd valamikor a délutáni órákban mondtak nekünk eredményt. Örömmel számolhatok be hogy kiváló minősítést kapott az ételünk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ízekre, darabokra szedték szét az aznapi menüsort, és minden összetevőjét, minden tápanyagtartalmát kimutatva, ásványanyagokat, vitaminokat benne, tehát mindent elemeztek, és ezt kész tényként tolmácsolták a számunkra. A település élelmezését ebből a konyhából látják el, és szinte minden nyersanyagot maguknak termelnek, például a sárgarépát, az uborkát és a burgonyát is. Vendégem a stúdióban Horváth Judit, dietetikus. Jó estét kívánok, köszöntöm. Estét kívánok, köszöntöm a nézőket. A menzareform kapcsán a gyermekétkeztetésről, illetve a gyermekek helyes táplálkozásáról szeretném, ha beszélgetnénk. Nagyon sok információ jut el hozzánk, gyakorlatilag információ dömpingtől szenvedünk. Hogyan tudjuk azt kiválasztani, hogy mi az, aminek hihetünk, és mi az, ami nem? Kapunk egyrészt az orvosoktól információt, kapunk a dietetikustól, kapunk a legújabb kutatásokról, kutatási eredményekről információkat, és hát kapunk mindenféle úgymond táplálkozási szakértőktől. Nem szeretnék neveket sorolni, de naponta kapunk tanácsokat, hogy ezt együk, ezt ne együk, ezt adjuk a gyereknek, ezt meg ne adjuk a gyereknek. Hogyan tudunk ebben eligazodni? Nagyon sok az információ valóban. Igazándiból, amit a szakma állít, az tudományosan megalapozott, tehát amit a Magyar Dietetikus Országos Szövetsége írt, és nyilatkoznak, tehát dietetikusok nagyon sok helyen ezt nyilván el kell fogadni, orvosok szintén. Az interneten viszont számos olyan információt is kaphatunk, ami nem feltétlen szakmailag megfelelő. Ezek ugye lehetnek olyan oldalak, ahol bizonyos étrend kiegészítőket, vagy akár egyéb más termékeket reklámoznak. Nem feltétlen minden ilyen oldal, de nagyon meg kell nézni, hogy igazából ki az, aki és milyen végzettséggel, milyen szaktudással nyilatkozik ezekben a témákban. Nos, akkor tudományosan megalapozottan milyen szempontok szerint állítsuk össze a gyermekünk étrendjét? Ugye a menzán elvileg most már ennek megfelelően étkeztetik a gyereket, bár tegyük hozzá, hogy arról is nagyon sok hírt kapunk, hogy nagyon nagy ellenállásba ütközik ez, és nem megy ez zökkenőmentesen, nehezen fogadják el a gyerekek ezeket az új ételeket, ennek is megvan az oka nyilvánvalóan. Ennek az oka elsősorban ugye, hogy nem fogadják el az ételeket, az, hogy más az otthoni ízvilág, más az, amit megszoknak. Kisebb korban még jobban hozzászoknak az új ételekhez. Igazából ez az az időszak,
Tehát három éves kor, négy éves kor, amikor még az új ételekkel meg lehet ismertetni a gyerekeket, és zökkenőmentesen el is fogadják azt az új ízvilágokat is. Hiszen ugye kultúránként eltérő az, hogy hogyan táplálkozunk, tehát gyakorlatilag amihez hozzászokik egy kisgyermek, később ez határozza meg az egész életében azt, hogy hogyan fog táplálkozni. Nagyon-nagyon fontos ugye a rendszeres, mindennapi nyers zöldség-gyümölcs fogyasztás, ez mindenhol igazából hangsúlyozva van. Nagyon-nagyon fontos az, hogy minél többféle zöldséget, minél többféle gyümölcsöt megismertessünk. Az ételkészítési technológia sem mindegy, hogy hogyan készítjük el ezt az ételt. A zsírszegénység az alapvető, hogy gyakorlatilag egy mikrohullámú sütőben elkészítjük, vagy alufóliában készítjük el azt az ételt, vagy megfőzzük. Igazából a só, ugye ez az, ami miatt egy kicsit másabb most a közétkeztetésben a gyermekétkeztetés menüje az ízeket tekintve. A sót azt tudjuk akár szárított fűszernövényekkel, vasfűvel, majorannával, kakukkfűvel, bazsalikommal, oregánóval helyettesíteni. Igazándiból egy gyermeknek az az alapvető, hogy mindenféle élelmiszerből kapjon, és nyilván ne a cukrozott üdítő legyen, amit szünetben elfogyaszt, ne a kóla legyen, ne a chipszek legyenek, a ropik, a kekszek, ugye ezek a nagyon-nagyon magas sótartalmukról ismertek, a kekszekben ugye magas a transzsírsav tartalom, hanem igazándiból az lenne a célszerű, és arra lenne szükség szülőkkel együtt ugye bevonva, hogy a gyermekek naponta legalább 5-ször étkezzenek, és kis mennyiségeket. Tehát a reggeli az nem maradjon el, mert sok esetben elmarad, teljes folyadékot tartalmazzon, legyen egy szendvics, legyen a szendvicsben zöldségféle, mert ugye ez sokszor kimarad. 10 óraira uzsonára gyümölcs, idény szerinti gyümölcs, tehát itt nem arra gondolok, hogy a primőr termékeket, hanem akár most ugye az alma szezon van, vagy akár a citrusféléket is már lehet adni nagyobb gyermekeknek, kisebbeknek nyilván még nem. És illetve ugye a komplett fehérje források és a megfelelő kálciumtartalom biztosítva legyen. Mik ezek? Tehát gyakorlatilag húsfélék, sajtok, tejtermékek, de nyilván nem a cukrozott, hanem a natur változat. Nagyon nagy akadály a szülők számára, hogy sajnos azt tapasztalható, hogy az egészséges táplálkozás jóval drágább, mint az, ami egészségtelen. Hogyan lehetne ezen változtatni? Van-e valamilyen eszköz, akár a dietetikusok, akár az egészségügyi szakemberek kezében, hogy abba az irányba hatni, hogy ez valahogy forduljon? Vannak országok, ahol ez éppen fordítva van, ahol szinte megfizethetetlen egy egészségtelen cukrozott üdítő, az egészséges pedig elérhető. De most, ha egy cukrozott üdítőt veszünk, vagy ásványvizet, az ásványvíz még mindig olcsóbb. Én azt gondolom. De ha a 100%-os rostos gyümölcslével hasonlítjuk össze a cukrozott változatát, ugye az élelmiszer címkén mindig rajta van, hogy hány százalék a gyümölcs tartalom, ott viszont a 100%-os lesz drágább. Tehát itt attól függ, hogy hogyan állítom össze azt az étrendet. Hogyan lehet valahogy rövidíteni azt a folyamatot, mert hiszen itt egy szemléletmódosításról lenne szó. Nyilván a szülőket is befolyásolni kell, meg a gyerekre is hatni kell, és valahogy ez oda-vissza működik, hiszen sokszor tapasztaljuk szülőként, hogy a gyerek gyakorol nyomást a szülőre, és ugyanakkor meg a szülőnek is kell a gyerekre hatni. Szóval sokszor azt tapasztaljuk, hogy maga a szülő az, aki lassítja ezt a folyamatot. Igazából az új közétkeztetési rendelet azért jó, mert egyfajta mintát állít. Szülőket nehezebb megváltoztatni, de ha megváltoztatják a táplálkozási szokásaikat, akkor az azért tartós szokott lenni. A gyerekeknél
A minta az nagyon fontos, tehát hogy legalább akkor a pedagógusok adjanak megfelelő mintát, a szülő is nagyon fontos. Tehát ez egy nemzeti összefogás keretében tudna csak megvalósulni. Nyilván a kisebb korcsoportokban, 2-3 éves korban még könnyebb ez a folyamat, hiszen akkor fogadják el a különböző ízeket, ételféleségeket, és később ez határozza meg, hogy hogyan táplálkoznak, de nagyobb gyerekeknél is megfelelő oktató programokkal, megfelelő neveléssel, tanítással, akár az iskolákban, tanórák keretében ez szerintem megvalósítható. És hát annak tudatosításával, hogy nem egyszerűen az elhízás az, ami veszélyként ott lebeg, hanem az egészségünk, hiszen számos betegség gyökerezik a helytelen táplálkozásban. Horváth Judit, köszönöm, hogy befáradt hozzánk a stúdióban. Én is köszönöm szépen.